minek építetted ide ki? Mit? Vagy ezt lebontottad? Ja. Mi tovább tudjuk? Jaj, de aranyos vagy. Egyen meg a pici szívedet. De aranyos vagy. Benegúz! Vagy hogy volt tegnap, mit mondta? Benyámin? Nem, Benyámin. Benigúz. Benigúz, ja. De nem mondjad már az igazi nevemet, ne használjad itten már. Mi? Hát a Benny az nem Benyámin, hát ez akkor mi de, van? Jó, igen, de és ezért téged most meg is dicsélek, mert más úgy mondja, hogy Benji. Az Benji! Más külön név, vagy... Miért én meg azt utálom, hogy Rolcsi például, na. Benjamin. Nem Benjamin vagy, akkor nem Benjamin. Na, látod? Na és akkor most mondjuk ki egyszerre a vezeték nevet, hogy... Jó, elmondom az igazi nevemet. Na, Fülöp Benjamin. Na, tessék. És mondjuk ki Hun nevét. Apacuka fundalukka. Úrá, búrá, csícsi, búlá. Szerintem innen már a krétést ezt lebontottad. Honnan? Hát majd innen. Te nem magyarázzal, nem csináld ezt a rotházat már, milyen izé ittem már. Pedig én még izét akartam csinálni. Ablakocskákat. Kéne fákja. Az most gyártottam a furnace-be. Szenet. Meg a ilyen dolgokat. Kell szóval fákja? Szóval fákja kéne? Fákja? Fákja. Egy, kettő, három... Akkor dögök! Ezek közre én nem megyek el mezőgazdásznak. Menj már innen, hát a kúrva. Miért nem megy? Jó. A lényeg az, hogy... Kell fákja. Mit van fákja? Ne, ott van fákja. Izé, ne. Ott. Ezeket a dögöket be kéne zárni, hogyha nem jönnének rám az a pici dög, meg nem menne ki. Na, csak kibágol, ez nem lényeges. Segítsém, zárd mám be! Adok fencét is. Ott van! Te rohadt kis dög, nem mész ki ez az. Oh, fuck off. Kurva. Anyukád! Ne, anyád! Benny. De ne, nem állj, fel akarok oda jutni a picsára. Menjél, menjél! Főtartom! Adok neki cukort! Úgy, cukort! Cukor. Jaj, ezek bejönnek! Vagy kimennek? Kimennek egybe? Most én nyitva az ajt! Kence fice. Mi volt ez? Nyílnak a hangja. De hol, honnan lő? Jaj! Tehát jobb lenne megint befejezni ezt a rohadt házat. Tehát ilyen nehéz az a ház átrenoválás dolog. Jaj, te engem lősz. Vigyázz, hátulról fedeznek. Fuck you, die. Bye. Fuck you and die. Thank you. Mi jó, addig lezárni így a háznak ezt a szakaszát, jó? Jó, zár. Na de szerintem kezdjünk már bele a tekites cuccokba. Jó, felülünk, beszéltünk. Felőled lábújú? Felőled, ne kopíj. Te lábújú kopíj. Nem, én kitartam egy másik szót. De aranyosak. Azt, hogy nigger majom labúj köröm perc darabkal. Oké. Okay. De fegyvereket is kéne ezen a... De elgondolkodta ezen a szót? Tehát egy nigger majomnak a lábújjának, egy percének, a körmének egy darabkája. Tehát nigger majom labúj köröm perc darabkal. Ennyi.
Amúgy nem ment hát egy kicsit Minecraft style-ba ez az egész videó. Hát te kezdtél vele. Hát jó, annak akkor nem tudom fázom. Rajtad. Itt a tájoskedjen! Most van. De nincsen se fó, se semmi. De most nőnek a fák, nem látod ott a kilomár. Majd csináltam egy erdőt. Meg kéne kezdeni, hogy mennyi bányászni kéne, valami jó bányahelyet. Na már így. Én mondtam, megértem, hogy lehet, mint a malacok. Fú. Bekakáltam az értségből. Én már láttam, amikor bekakált, úgyhogy nem egy szép látvány. Jaj, honnan tudtam? Oh, ez a honnan? Honnan ott kell lenned? Mikor beszarsz? Annál, jó. Unattad. Józsi bátyától a kertbe. Ott dumálták, hogy izé, hun beszart. Á, ott izé, tegy. Ott, ja, ott pofáztak. Józsika gyerek, ott pofáztak. Józsika gyerek, ott pofáztak. Hun miatt szart, oké. Okay. De hát hallom, nagyon ideillőt, ennyivel egészítetted ki? Nem, majd építem tovább, csak ellen, hogy ne jöjjenek befelé. Adj egy izét, egy csákányt. Honnan? Honnan adjak? Adjak karmon van még. Jelen esetben. Mindjárt csinálok egy csákját. Tudtam meg. Jó. Állom ki a soron. Itt van, tessék, vigyázz rá! Eltöröd! Ott van mögötted. Ne menj ki ott! Ott ne menj ki! Az ajtó? Nem, itt te figyede. Kukucs! Hol van? Hát te mit mondtad? Fakis vagy ma. Majd meglátod. Na. Megnézem akkor innen. Nincs is itt semmi. Cica! Cica! Robban már a vízbe, hogy van a vízbe is már maga. Ennyi voltál. Ja, amúgy azt is terveztük, hogy... ja, igen. Hogy... Hunnak is küldhettek mappot, és akkor így az én mapjaimat is, meg az ő mapjait is így együtt végignyomassuk. Ja, ja. És ez nem Szefi és Hörbi kopi, tehát... Miért? Most nekem Isten adta jogom van, meg neked is Isten adta jogom van ahhoz, hogy te ilyen mappot meg álljatok le erről a kopizásról, mert kurvára elegem van ebből, hogy valaki ennyire agyilag zokni, vagy mit tudom, egy szobanövényhez nem lehet hasonlítani egy kapacitást. Na. Minek kellett odaállni benni? Nem mi? Nem is rám robban. De rám robban, mert ott álltál a hegy oldalban. Kerítés kéne, akkor megint leszek. Egészíts már ki, még felgyújna. Mi? Mi? Mit műveltél? Mi? Oh, hát Amíg ezek úgy fulladok. Hú, emlékszem még legelőször. Megláttam a Minecraftot, úgy beszartam, hogy azt a de jó. Most meg már így ilyen... Én nyüglődve, tehát már megszoktam, hogy itt ütöm a követ, és akkor kiesik meg minden. De legelőször is, tudod így... Ebből mi esett ki? Nem Minecraft észre gondolkodtam, hanem rendes paraszt észre, hogy a kapával gyorsabban lehet ütni a földet. De mennyi manfát vágni, vagy gumit hozzá? Vagy? Megyek már, Isten áldjon meg, megyek már. De amúgy itt hol lesznek az ilyen, hogy generátor? A generátor, majd valami alapszintet, meg majd még egy emeletet felhúzunk. Na akkor itt egy fa, ez egy fa. Nézzek akkor, az a beteg egy számom, hogy...
Chest, vagy mi az? Torcs is fölrobbant. A torcs is? Nem, a torcsot azt én felvettem. Haha. Mindegy. Volt nálam. Persze. Mondom. Hozok már fel, meg akár. Emlékszel? Ja? Igen, nem lövöm le a poént. Soha nem azt mondtam, hogy tegnap mit csináltunk, emlékszel? Oh. Mi? Nem tudom. Cecília. Cecília. Megnyalom a sót, Cecília. Csönd, de nem már, nem mondjad már el. De mondjak el. Hát a... Igen. Úgyhogy ez jóval utána fog kikerülni. Mert már most akarom megcsináltatni a fogait. A lábujját. Bened, lábujját azt... Ezért, most mit akartam? Nem tudom, mit akartam, de nem is érdekel. Valahol anyádban. Akkor te közgazdás leszel? Milyen közgazdás? Közgázos. Miért legyek én közgázos? Most valóságban vagy Minecraft-ileg kérdezed? Valóságban. Miért közgázos leszek? Én közintézményben mezőgazdász fogok... te? Miért? Nem az leszel? Azt mondtad, hogy valami gazdász leszek. Rendszergazda, te seggfej. Az teljesen más, az informatika. You don't say. Fuck. Tehát, hogyha én jobb klikkezek a Minecraftra, és benyomatom azt, hogy futatás lesz a gazdaként, akkor te megjelsz képernyőn. És segbe rúgok. Oké. Okay. Te megjelenik a képernyőn anyád is. Futtatás, Benny Hum mód. Ezt az én tudom, amikor, hogy te akarod el dolgozni, vagy minden. Mert hogy hogy 20 évesen... Nem csak a 20 évesek ki a világ. Nem gépezni kéne, hanem el kellene menni dolgozni. Ja, még szerencsére nekem annyira nem nagyon mondták még ezt. De jöjjön ide, én szívesen elbeszélgetek egy ilyen... kis szarossal, vagy akárki, aki bemelsz, ahol én szívesen így eltárgyalgatnék én vele. De valóságban is, hogy na mi van ebből? A droggal? Na elég fát összekotortam megint. Menjél el, légy szíves bányászni, mert sehol nem haladunk így. A redstone-t is szedjél össze, meg minden. Akkor megyek bányászni, addig lepakolom az összes fát, amit tudok, cuccot, mindent. Na kéne nekem izé, torcsok is. Adok. Na kösz. Mondjuk mindegy, még egy torcs vagy. Fúj. És akkor hol keresek bányát? Ott van alattunk. Az a bánya, hely. Komolyan? Ja. Jó, de csúnya hely. Jaj, már most félek. Nagyon sötét volt itt. Akkor úgy, ahogy szoktuk, mindig menjünk lefele. Jó, oké. Már ketten jobb lenne megindulni lefele. Már. Akkor szarosok itt röfögnek, bazány. Ertje! Ertje! Ferik, engedd el magadtuk. Ezt is ezzel, azt meg... Hol van a másik azzal úrni? Így is van. Így... Nehogy már az a kis... Úgy van, azért be van buggó az egész itten. Minek itten, na. Aha.
biztos. Ahogy mondod. Ez itt mély buggolt vissza. Na azért. Jó, meg mostában nem is jönnek ki olyan játékok, ami így... Hát jó lenne. Vagy ha van is, akkor szar, mert nem lehet multizni rajta. Vagy, nem, mert én megveszem, mások nem veszik meg, és én nem tudok multizni velük. Azt imádom. Vagy amit Debbie-nek vettem benne játékot, én megbasztam még kifizetni. De majd eltöröm a kezét meg a lábád is. Szóval ez igen, ez a porás itt, amit tényleg az ember megveszi a játékot és nem tud multizni, mert még a többieknek nincsen keresete, jó? Bár ha mondjuk 20 évesekkel játszanék, akkor talán. De hát ott voltak rolék és ők se nagyon izéltek. Meg őkkel is az a baj velük is, hogy ő teljesen tudok csak velük kommunikálni. Skype-on velük nem nagyon. Kicsodálva. Hát akikkel Daisy-ztem tudod, Roli meg Dávid. Ők ketten, na van szenünk, az már jó. Mondjuk ő is kérdezték, hogy na, mit lehet ebben a Minecraft? Mondom, a Minecraftban nagyon semmit nem lehet szeretni. Már. Csak mondom, ezekkel a modokkal talán még szebbé lehet tenni. Én videózáson kívül nem is szoktam már Minecraft-ot. Hát figyelj, én... Lehet, hogy mondhatjátok rá, hogy én nagy kocka vagyok, persze, de én csak a videózás miatt csinálom a dolgot, mert Nándor is mondta nekem azt is, amióta most nője lett, ő már abba is hagyta a kockulást. Mondom, gratulálok, kb. Olyan voltál, mint én. Én is felszedtem egy csajt, és akkor már fú, de jó. És vele élek boldog párkapcsolatban már. Lassan 3 éve. Pont amióta elkezdtem így a videózást kb. Szóval és akkor ez maga is, ez is ez a gondolat is megváltoztatja az embert, meg egyszerűen tényleg az... Boldogabbá teszi. Boldogabbá teszi az életem, ja? Meg... Igen. Nem, na mindegy, nem rögtem, jó. Szóval... Hülye vagy. Ó, hülyen ástam. Szóval... Na. Szóval a lényeg az, hogy... Hogy másabb lett minden. Igen. És hát... Akkor már nincs is kedve semmi olyasmire, jaj, most játszani, inkább bele akarsz foglalkozni legtöbbet. És... Igen. Utána meg jött az is, hogy ez a videóudás minden. És akkor annyiból jött az, hogy na, most akkor úgy játszok a gépen, hogy veszem közben a videót, és akkor végigjátszom, és közben alatta kommentálom, és úgy mondtam, egy maga úgymond kockulás néven elhíresült dolog a számomra csak a hobbim már, nem is izé. Szóval nem ülök itt egész nap, csak néha, amikor így benékkel szoktam. Általában azért szokott mindig így 2 videó felkerül, mert automatikusan beállítom amúgy a YouTube-ot is, hogy töltsön fel naponta 2 videót. Szóval előre megírom, azt én itt se vagyok a gépnél, csak automatikusan elindítja, hogy... És na, már fel vannak töltve, csak ki van írva, hogy mit tudom én, X időpontban automatikusan elkezdi kirakni. Mire? Rakja nyilvánosra a videót, szóval. De néha napján, amikor van időm, akkor így menékkel, vagy a többiekkel, ha tudok, akkor kockolok. Meg már gondolkoztunk egy ilyen találkozón dolgon is, csak nem tudom, Benit meg nem nagyon akarják elengedni az anyjaik. Hát nem, az csak ez nem tudom, hogy hogyan, tehát amire én kiérek innen, ami hát... Hát egy kicsit messze van mondjuk. Mennyire vagy kb? Hát én itt vagyok a Balaton alatt. Balaton, de mi a neve? Ja, a helyiségnek? Aha. Somogy megyébe. Jó, azt tudom, hogy Balaton alatt van Somogy megye a helyiség. Marcali. Marcali, na. Akkor és Marcalitól...
Hát mennyire van Kapos? Kaposvár mennyire van tőle? Kaposvárra te lejönnél? Hm? Kaposvárra te lejönnél? Nem, max a Balatonra lemennék. De milyen jó már nektek, közel van a Balaton. Roli is Sümegen lakik. Na, annak is ott a Balaton közel. Á, egyen meg. Nekem például, mit tudom én, egy fél órára itt a Balaton. Eszem faszom meg át. Nekem meg ott van vizé. Utazzak ezért egy fél napot azért, hogy lejussak a Balatonra. Én megutazzak, de most hogyan? Tehát én elindulnék busszal oda hozzátok. Busszal? Nem is egy vonattal, busszal! Nincs itt vonat. Ja, Marceliban még nincs. De gondolom be kell menni a Kaposolánnal Kaposra, nem? Mit tudom én, inkább bebusszak odáig. Tudtam én. Marcelihoz mi van közele, Fonyód vagy Siófok? Fonyód. Na, akkor Fonyód. Bemész oda a Kapos vonalán, az Fonyódon, mert felszállsz. A Balaton Expressre, ami Szentgyörgyről jön, és végig jön Miskolcig az a vonat. Na, megvan oldva. Na jó van. Ez egy kicsit gyalogtúra lenne, de ilyenbe gondolkoztunk már Nándorral, és na mi kell ilyen jó dolog. Tetőre még meg kéne csinálni ilyen hülyeséget amúgy, tudod? A hülye tetőformát, azt a lépcsőst. Ja. De úgy utálom ezt, hogy nem úgy csinálja, hogy kéne majd, amint kireggeledik, fel kell menni. Hát, mondjuk amúgy is, tehát ki tudna még. Nándor az hol lakik? Nándor, ő, várjál. Tiszaföldváron lakik ő például. Az meg Szolnok alatt van közel, Martfűhöz. Hogy inkább közelebb. Ma beleszomjatok már itten. Na. Szóval, ki van? Debi meg Szedresi, az meg Tolna Szexárdhoz. Pont Szexárd mellett van. Na én ahhoz még közel vagyok. Jó, én meg messze vagyok. Az a baj, mindenki össze-vissza van. Én te közel... Te ott vagy a jó felső sorokban, én itt a bal alsóban. Há, Nándé... mi az Devil, az meg... Vajá, az Budapest ja. Felé van az a Szedre. TLK, meg tudom, TLK. Szegeden van, bazd meg. Úristen, mindenki össze-vissza van. Rolé Sümegen van. Dávid meg picit messze van, azt hiszem. Fú. Szóval mi össze-vissza vagyunk itt tanul. Na hát srácok, de tényleg most az a legjobb egy... Hiába, hogy úgymond még konkrétan így nem találkoztunk így, de én számomra azért jó, hogy örök vagytok a legjobbok. Többet érek, mint egy rendes. Hát tudja, hogy meglátnátok, kiröhögnétek. Mert már láttalak webkamerán keresztül, na? Hát nem az, nem úgy értem. Mi valóságban? Be ne hozz már ide. Meg kitörd a karomat, te... Kétszer akkora vagy, mint én. Szóval lennék azt engem ott bizélyé. Mennyi vagy, hány? Mi te mennyi vagy? Te mennyi vagy, azt mondja. Hát én 176. 176? Ez várjál, hogy számoljuk. Egy, kettő. 22 magasabb vagy, mint én. De jó, de hát te 12 éves vagy, én meg 21 leszek mindjárt. Hát... Kíváncsi, hogy Petrosz az mekkora. Mit tudom, én már Devér is kíváncsi vagyok. Na, ő rá ne. Meg széle hozta egy. Jaj. Na, most mondta, hogy jaj, fogyott vagy 10 kilót. Jaj, ne csukodj be, jaj! Meghalunk. Hát vigyed lefele, ott robbancs ki, ott. Nagyon félek. Jönnek. Fasznak nyitottad ki ezt az ajtót. Vigyázz, ne menj oda! Ne! De miért nem mondjad, hogy felrobbantsa? Mindent, az egész chestet is felrobbantotta. Nem ala. De, mindent itt engedsz, amit felépítettünk. A faszért kell mindig ilyen buziságokat csinálnod itt. Miért nem tudsz megülni a picsádon addig, amíg én építek? De mit mondtál Devilről?
Szóval mondom, hogy a széle hozta egy a gyerek. Mert... Bedagadt! Na. Szegény, ezt nem mondjad rá. Szegény, na jó, nem. Jó, mert én is nagy darab ember voltam. Így dagadt voltam. Na. De nem is amiatt basztattak sose az iskolába, hogy dagadt voltam. Háj, de jó vagyok. Ha nem, miért téged basztottak? Hát, annó kurvára. Nem tudom, vagy nem tetszett nekik, vagy ami, vagy meg amúgy is izé, azért mi iskolámban sok cigány volt, mert Borsod ilyen nagyon izé, ilyen cigány zóna terület, és hát azok meg mindenkivel kötözködtek földig. De voltak azért magyarok is, akik így izéltek, én meg ilyen, kb. Olyan voltam, mint Hörbin, azért tudom így megérteni úgymond Hörbit, hogy milyen gyerekként milyen izét. Én például, engem csak azért szó, hát nem szoktak úgy basztatni. Hát én például olyan vagyok, hogy alacsony és vékony. De ez ilyen családi örökség, tehát látnád apámat azért, de végig kétszer olyan, hát azért nem kétszer, mondjuk egy jó 10-20 kilóval nagyobb, vagy több, mint apám. Tehát én csak én ilyen korán érő vagyok, tehát pici, vékony, de a cigányok kb. A cigányok is korán érnek. Jogi van. Nem az. Alacsony, vékony, de szőrös, mint az alacsony. Mi már 12 évesen, te szőrös? Mi, bazzeg, látnád, ilyen nagy dzsumbúj van mindenemen, bazzeg. Mindeneden? Igen, videóban nem látszik. Levenném a pólót, azt mondjátok, hogy Darth Vader, hozzám képest. Ó, Csubakka, geci. Igen, az. Nem, de tényleg én ilyen alacsony vagyok, meg vékony, az cső. Hát, nem tudom. Szóval nekem, amit nagyon sokszor mondtak, hogy én nagyfateromra hasonlítok. Mindig azt mondták, hogy hát ez olyan, mint a pittyú. Azt mondom, mi van? De azt sose láttam, azt a nagyapámat, mert születésem előtt meghalt. Másik meg utána, de az meg arról nem is beszélnék, arról a nagyapámról. Hát kb. Mint Herbie nagyapja. Vagy na, apja. Olyan volt az a nagyapám. És hát végül is mondom, én is olyan izé, ugyanilyen izé, ilyen feeling kölyök voltam akkoriban. Gyerekkorom utána, amikor így középiskolába kerültem, ez teljesen így megváltozott. És jobb lett végül is. Akkor tudod, ki kellett PC-zni az embert. Na, neked nincs ilyen telefonod, akkor már mit tudom én, mi van. Meg akkoriban még nem voltak ezek a, úgymond azok a nagyzások, mint most, hogy tényleg tiszta szégyen, hogy egy ének, egy 8 éves gyerekeknek nyomogatós telefonja van. Vagy touchpados, geci. Mindjárt ma néztünk. Ja, amit néztünk, az... Az komoly. Hát engem azért szoktak basztatni, mert ugye azt hiszik, hogy a vékony meg kisgyerek nem bír ütni. Én mondom, csontos kezem van, geci, ne érezd meg, hogy milyen. Ez ugye a csontot meg, amúgy is a csontot megütik, az nem fáj. Egy az. De nem is az, mert nem vagyok olyan vékony, geci, hát olyan vagyok, mint Herbie, de komoly. Aha. Ilyen vékony vagyok benne. De az a baj, hogy az nálunk az ötödikesek kétszer akkorák, mint mi. Nem, nálunk, hát mondjuk nálunk van jó egy nagy gyerek, tehát ilyen, hát jó, az is ilyen szélesebb fajta, meg jó magas, tehát ez ilyen korán érő. És akkor csak az a baj, az meg failing, pont az, amelyik tudod, ilyen Terminátor. Hát ilyen Terminátor lehet, ja. Hát igen. Manapság az a baj, hogy túl nagy az, hogy jaj, hát lecsaplak, mert már nyolcadikas vagy, meg buktál kettőt, akkor már te vagy az iskola alszó. Hát igen, vannak ilyenek, akik tényleg ilyen nagyobb emberek, nálunk is volt például.
Ugyanígy általában mindig ilyen cigánykölykök buktak le hozzánk negyedikből, és akkor mit tudom én, már így volt egy hatodikos. De fogta, azt kirúgta a budiból az ablaküveget, azt már csak kinéztünk, azt már csak azt láttuk, hogy pereg lefele az ablaküvem. Fú, olyan hülyeségeket megcsináltuk, az iskola tejet, geci. Volt, hogy mellettünk az iskola, mellett egy ilyen, hát ugyanúgy egy panellakás, és akkor volt rendesen egy csupasz fal a panellakásba, és akkor a tejet a budinak az ablakából onnan dobálták át a másik oldalra, és így placsant egyet a egész budi. Na, a lényeg most az kéne, hogy